Szia! Egy sajtburest szeretnék kérni. Az tökéletes. Sajtburest? Jó. Itt vagyunk a 27. szigeten, és a kenderesi ügy kapcsán arról kérdeztük a szigetlakókat, hogy mi az, ami belefér, illetve mi az, ami nem fér bele egy buliban egy ismerkedés során. Ha elmész bulizni, ez nyilvánvaló, hogy hozzád fognak kérni, és akkor vagy rájuk szólsz, vagy arrébb mész, de hogy ez benne van szerintem, hogyha bulizni mész. Túl van tolva ez az egész sztori akkor? Szerintem teljes mértékben. Kenderesi Tamás, egy olimpikon úszó, és most az volt a botrány ugye a dél-koreai VB-n, hogy elment egy szórakozó helyre, és akkor ott megfogta egy táncos lánynak a fenekét. Igen. Nem tudtam, hogy ő az. Igen, igen. És akkor most ugye az a kérdés, hogy szerinted ez szexuális zaklatásnak minősül, vagy mi ez? Hát én nem tudom, hogy mennyire igaz, meg mennyire nem igaz, mert ennyire nem jártam utána. Én sem. Igaz lenne, hogy megfogta egy lánynak a fenekét a diszkóban, akkor mi a véleményetek egy ilyen tetre? Valószínűleg ez minden diszkóban előfordul, szóval még véletlen is. Akkor ez túl van tolva egy picit ez az ügy? Szerintem igen. Figyelj, nem hiszem, hogy ez gáz lenne már, hogy jó, nem tudom, helyi volt az illető lány, tehát érted, lehet, hogy más a kultúra, máshogy viszonyulnak ez az egészhez, de hát, hogy mondjam, jó, necces a kérdés. Hát szerintem ez megtörténik nap mint nap, hogy elmennek a lányok például diszkóba vagy klubozni, csak nincs ekkora ügy kavarva belőle, mert nem ismert szeméről van szó. Nem ismerem így a Tamás, szóval csak követem az Instagramon, hogy úszik, ügyes, és nagyjából így ennyi. Igen. Te mit tennél, hogyha ilyen történne vele? Fogalmam sincs. What would you do if a stranger guy comes to you and touches you in an inappropriate way? He touches me? Yeah, like inappropriately. Nem hiszem, hogy egy szórakozó helyen ez annyira nagy dolog lenne. Nem hinném, hogy volt benne bármilyen extra. Te túl van tolva ez a dolog? Szerintem igen. Ugye veled történne ilyesmi? Hát történik szigeten, bárki vagy megfogják a seggét, szóval annyira nem nagy cucc szerintem. És hogy reagálsz el? Hát, megfordulok, csúnyán rájuk, nézek a fiúkra, és megijednek és elmennek, szóval nem nagy szósz. What's okay and what's too much? I mean, if a stranger comes to you in a party or festival or something like that. I mean, what is okay to do? Sorry. To do? Yeah, we can talk, but touchy? Not okay. Szerintem annyi az egész, hogy így rá kell csapni a kezére, vagy bármi ilyesmi, és akkor mész tovább. Ennyi az egész. Nem kell tovább így komplikálni az egészet. Hogy érzed, hogy ez az egész ügy, vagy úgy általában ez az ilyen szexuális zaklatásos történet, ez mennyire van túltolva, vagy mennyire nincs, helyesen kezeljük? Hát ez figyelj, ember függő. Ki hogyan kezeli le, ez lehetett egy szimpla véletlen is, hogy sok ember volt összezsúfolva, egymáshoz értek. Lehet, hogy a lány reagálta túl, se nem lehet tudni. But on the festival, yeah, everyone is standing close and it's all right, but not when there's like space and stuff. Nagyon azt érzem, ez az egész hashtag MeToo óta, hogy mondjam, sokszor azt érzi az ember, hogy vannak, akik egy kicsit így, na mondd már, taking advantage, igen, kicsit így visszaélnek a helyzettel. Én erdélyi vagyok, ottan annyira nem, ott is nyomulnak a srácoktól, de most nem tudom, Magyarországon mennyire nyomulnak a fiúk, vagy mi. Mi az, ami túl sok, mi az, ami nem? Hát szerintem finomabban kéne közeledni a lányokhoz kicsit. Mondjuk mi az, ami belefér egy fesztiválon, vagy egy buliban, ami te mit tudom, a srác megtehet, vagy a lány megtehet? Smárolás egyértelműen, maximum igen. Szerintem. Igen. A legdiszkrétebb. Bulitól is, meg hangulattól is, azért az így olyan kedve van az embernek, hogy szívesen foglalkozik fiúkkal, meg táncol velük, meg bármi, akkor nyilván több is belefér, de ha nem, akkor nem. A saját értékrendettől függ, szóval ami nem fér bele, ott rászólsz és arrébb mész, szóval ez igazából szerintem a lányom múlik, hogy mennyire hagyja magát. Igen, szerintem is. Ami belefér egy buliban, és mi az, ami már nem egy ilyen ismeretlen ismerkedés alkalmával? Jó kérdés, hát most konkrétan a popsi fogdosás? Tehát, hogy általában igen. Helyzetfüggő, meg klubfüggő, meg helyfüggő. Szerintem igazából akár beleférhet, tehát most közös megegyezés alapján történik az ilyesmi. Milyen csajozós szövegeid vannak? Hogy közelítenél egy lányhoz? Hát már van barátom egy jó pár éve, hogy már elfejtettem, hogy kell. Ma hallottam többször azt a hülyeséget, hogy szia-cica van gazdád. Azt szerintem ilyen klasszikus. Akkor... De mostanában szerintem nem találtak fel ilyen új csajozó szövegeket, mindezek a régik vannak, úgyhogy... Lehet, hogy hála Istennek. Ja, inkább így. Mik a csajozós szövegek? Hogy lehet jól ismerkedni?
Te, rossz embert kérdezem. Vagy nincs olyan. Nincs olyan. Nem létezik. Nem létezik. Az a szia angyal vagy, vagy az, hogy fájt, amikor leestél, mert hogy angyal vagy. Szerintem olyan még nem volt. Nem volt még jó csaj. Csak rossz. How far would you go with a stranger guy in a festival like that or a party or I don't know? Far enough for me. Thank you very much. Have fun.